Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól. Augusztus 11-ére és 12-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a nap, a hold és a bolygók között. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. Most mutatok egy gyakorlatot. Ez emésztési zavaroknál segít. De segít abban is, ha valami gyötör téged, vagy vannak fájdalmak, amin úgy töprengesz, hogy ezt el tud engedni, és akkor legyen nálad ez a változás és a könnyűség. Itt mindkét kezünket használjuk, a négy ujjunkat így befele fordítjuk, és a hüvelyk ujjunkat így középre, a középső ujjunkra tesszük. Itt belélegzünk és kilélegzünk. Belélegezésnél egy kicsit megnyomjuk a középső ujjunkat, és kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük, így eltávolítjuk azokat a dolgokat, amik nyomasztanak bennünket. Tehát belélegzés, kilélegzés. Tehát ez volt a gyakorlat. Hasznos emésztési zavaroknál is. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. A mai naptól kezdve Mars bolygó a Bika jegyében mozog az indiai számítás szerint. Körülbelül két hónapig itt marad a Bika jegyében. Mars bolygó az a férfias energiát jelenti, tehát utal a férfiakra, és itt kihat a Bika jegye. Ők megtalálják a nyugalmukat, és szeretnének valamit rendezni, szépíteni a környezetükben. A Bika jegye gyakran utal pénzügyi dolgokra is, vagy értékekre. Itt a férfiak elgondolkoznak azon, ki vagy mi értékes számukra, vagy rendezik az anyagi dolgokat. Vénusz bolygó a rák jegyében mozog, és utal ránk hölgyekre. És mivel a rák jegye a víz eleméhez tartozik, és a Bika jegye a föld eleméhez tartozik, itt megvan a nőies és férfias energia között most a harmónia. Merkur bolygó kihat a cselekvésekre, a beszélgetésekre. Merkur bolygó az oroszlán jegyében van. Itt van mellettünk hölgyeknél, hiszen a rák jegye és az oroszlán jegye egy szomszédos jegy, és itt megvan a bizalom, meg lesz a kapcsolat, vagy jó beszélgetések. Ami a férfiakat illeti, a Mars bolygó a Bika jegyéből hat, Merkur bolygó az oroszlán jegyéből, itt olyan a távolság, ami utalhat feszültségekre. Mivel itt kommunikációról is szó lehet, a férfiaknál előfordulhat, hogy lesznek viták, veszekedések, nézeteltérések, vagy azt is jelentheti, hogy jelenleg egy szerződést aláírni nem előnyös, különösen, ha anyagiakról van szó. A hold a bak jegyéből hat, ez jól hat ki Mars bolygóra, hiszen a Bika jegye a föld eleméhez tartozik, a Bak jegye szintén a föld eleméhez tartozik, tehát a hold és Mars bolygó között megvan a harmónia. Ez lehet az anyuka, anyai témák, vagy kihathat az érzelmekre, és a férfiak arra gondolnak, hogy mennyire fontos most a nyugalom, szeretnének rendezni bizonyos dolgokat.
A hold a bak jegyében mozog, Vénusz bolygó pedig a rák jegyében. És mivel a rák jegye és a bak jegye szemben áll egymással, itt tükröződik számunkra, hölgyekre valami, itt az anyai érzelmekről lehet szó, vagy általánosságban a vágyakról, az álmokról, az elképzelésekről, tehát érzelmekről. Számunkra fontos a belső egyensúly. Itt szerelemről van szó, és anyai érzelmekről is. Most fontos ezt egy hangba hozni. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. 11-én a hold, az a Shravana holdházban van, és ennek a szimbóluma a fül. Tehát itt arról van szó, hogy oda kell figyelni, hallgatni arra, amit mások ezen a napon közölnek velünk. Ez lehet egy fontos információ is. 12-én a hold a Danista holdházban van, ami gazdagságot jelent. Ez lehet egy nyeremény, de lehetnek belső értékek is. Itt a hold ebben a holdházban jelenti azt is, hogy most gyorsan előre mennek az események. Mindenki másképp éli ezt át. Van, aki a munkahelyén, van, aki a párkapcsolatban, van, aki a családban. Tehát itt előre mennek a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!